Nyári hónapokat érintő időszak alatt tartottak ellenőrzést a Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai a Balatonnál és annak környékén. Az eredmények feldolgozása még folyamatban van, de az már elmondható, hogy egyre kevesebb a szabálytalanság a magyar tengernél. A Komárom Esztergom megyei NAV munkatársai is részt vettek a balatoni akcióban. Július és augusztus hónapban Tihanyban és Balatonfüreden ellenőrizték a vállalkozásokat. A NAV egyébként előre meghirdette ezt az Adótrafipax rovatában az országos hírek között, így nem érte igaziból váratlanul a vállalkozásokat. Ennek ellenére minden hatodik vállalkozásnál találtak szabálytalanságot a kollégák. Ez egy apró pici javulás, ugyanis 2-3 évvel ezelőtt még minden negyedik esetben voltak szabálytalanságok, most már eljutottunk oda, hogy csak 15%-ban vannak, tehát minden hatodik esetben. A 2000 ellenőrzésből 200 esetben nem adtak nyugtát vagy számlát a vállalkozások. Előfordult az online pénztárgéppel kapcsolatos szabálytalanság, valamint a legsúlyosabbnak mondott szabálysértés, a be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatása 67 esetben fordult elő. Egyébként a bírságtételek 200 ezer forinttól 1,5 millió forintig terjednek. Nyilván a NAV-nak nem célja a bírságolás, ezért is Adótrafipaxon előre meghirdeti ezeket az akciókat. Dr. Imre Zoltán sajtóreferens azt is elmondta, hogy melyek azok az aktualitások, amelyek a megyei lakosságot is érintik. Szeptember 23-án tette közzé a NAV a honlapján azokat a regisztrált civil szervezeteket, akik az adó első százalékára tarthatnak igény. Egyébként Komárom-Esztergom megyében 800 ilyen civil szervezet van, akik az elmúlt évben 225 millió forintot kaptak a magánszemélyektől. Ezek a szervezetek az elmúlt évben 25 millió forintot kaptak a magánszemélyektől. Viszont kérjük a lakosságot a társadalmi szervezetek nevében is, hogy ne felejtsenek el rendelkezni, ugyanis a magánszemélyeknek kevesebb, mint a fele rendelkezik az adó 1 plusz 1 százalékáról.